Most még zsákokban vannak a Marton Genetics vetőmagjai, de hamarosan földbe kerülnek, hiszen megérkeznek azokhoz a gazdálkodókhoz, akik a legjobb termés reményében vásárlásukkal ezeknek a magyar nemesítésű kalászos fajtáknak szavaztak bizalmat. A Törökszentmiklósi mezőgazdasági ZRT-nél járunk, ahol a fajta tulajdonos Marton Genetics számára három fajta vetőmagjait is előállítják, közöttük két olyat is, amelyek 2018-ban Agrár Innovációs Nagydíjban részesültek. Most valószínűleg nem sorjázna ennyi zsák szállításra várva, ha a cégnél nem döntenek úgy néhány évvel ezelőtt, hogy azokat a területeket, ahol vetőmagot állítanak elő, öntözni fogják. Ez az év olyan kihívásokat hozott, amire nem is tudtunk felkészülni. Úgy gondolom, hogy amikor korábbi években úgy döntöttünk, hogy a kalászos vetőmag előállítás öntözött területeken valósuljon meg, az egy olyan jó döntés volt, ami a vetőmagnak a mennyiségére és a minőségére is pozitív hatása volt. Így kevesebb küzdelmünk volt, de ennek ellenére nagyon oda kellett figyelni, hogy jó minőségű, megfelelő vetőmagunk legyen. Jelentős területen állítotok elő magyar nemesítésű fajtákat. Miért? Én úgy gondolom, hogy elsősorban a magyar nemesítésű fajták azok, amelyek ezen a területen a legjobb teljesítményre képesek. Nyilván a nagy fajta szortimentből, ami a külföldi fajtákkal is meg lehet találni azokat, amelyek Magyarországon jól teljesítenek, de úgy gondolom, hogy egy magyar vetőmagüzemnek kötelessége a magyar fajtákat is népszerűsíteni, előállítani. Neked személy szerint is mindig fontos volt az, hogy ami a kezed alól kikerül vetőmag, annak nagyon jónak kell lenni. Milyenek lettek most az idejek? Én úgy gondolom, hogy jó vetőmagok lettek, ez nyilván az öntözésnek a hatása, így az aszálynak azt a részét, ami mások problémát jelentett, és átulási és egyéb gondok vannak, ezt mi itt el tudtuk kerülni, nekünk nem kell a rosta méretet csökkenteni, csirázó képesség is jó, tehát úgy gondolom, hogy ez a döntés az öntözött területen való vetőmagtermesztés volt a kulcs az idejében. Ki tudjátok szolgálni az igényeket? Hát az igényeket nyilván kiszolgáljuk, mert azt a vetőmagot, amelyeket előállítunk, azt a fajta tulajdonos részére tesszük, tehát ő határozta meg a mennyiséget, az elvetett területet, így amennyi vetőmagunk van, az szinte mind elment már. Többségében a várthoz képest jobb minőségű buzák kerültek betakarításra, magasabb fehérjetartalommal, nagyon elfogadható hektoliter súllyal. Ez kellemes meglepetés volt, de azt a tragédiát is rögzítenünk kell, és megtapasztalták a termelők, hogy nagyon kevés lett a hektáronkénti szemtermés. Milyen minőséget tudtok biztosítani a termelőknek, hiszen megkezdődtek most már a kiszállítások a termelők felé. Rövidesen, egy-két hónapon belül földben lesz majd ez a gabonavetőmag. Tehát milyen a minőség? Többször említettük, és nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy a vetőmag kifejezetten egy bizalmi termék. Ebben az esetben ugye minden évben egyszer vetjük el a vetőmagot, nem mindegy, hogy milyen minőségű vetőmagot adunk a gazdálkodók kezébe. Az aszály igenis, hogy súlyos problémákat okozott, főleg a fizikai megjelenésébe a vetőmagoknak. Szerencsére a szabványrendelet, a 2004/48-as FVM rendelet egy nagyon szigorú szabványminősítést ír elő. Én azt mondom, hogy ez a magyar gazdálkodókat szolgálja ez a szigorúság, hiszen egy ilyen esetben is, amikor azért nagy esélye van annak, hogy kisebbek lesznek a szemek, kisebb lesz az ezer mag tömeg, ez a szigorú szabvány lehetővé teszi, hogy a vetőmagzsákokba, a magyar fémzárjegy címkével lezárt vetőmagzsákokba biztos, megfelelő minőségű, jól vethető, jól csírázó magok kerüljenek a magyar gazdálkodók kezébe. Nincsenek valami jó helyzetben most a gazdák, hiszen nem csak az őszi kalászosokkal voltak azért problémák, de hát óriási gond van a kukoricával, napraforgóval, és még sorolhatnám. Hogy látjátok, hogy milyen a felújítási kedvük a termelőknek? Mennyire vásárolják a fémzárolt vetőmagot? Hiszen, hogyha most valami fontos, akkor a vetőmag az igazán az. Így van, tehát a vetőmag határozza meg a jövőnket. Én nagyon pozitívan tapasztaltam azt, hogy egy ilyen válságos időszakban, egy ilyen válságos időszak után is, amit a környezeti tényezők okoztak, a magyar gazdálkodók
tényleg megértették annak az üzenetnek a fontosságát, hogy fémzárolt vetőmaggal kell foglalkozni, vagy legalább olyan magyar fajtákat tesznek be a portfóliójukba, ami megfelelő vetőmag üzemi, szakértelemmel ellátott munkafolyamat után kerül a zsákba. Most már baktérium készítménnyel csávázzuk a vetőmagjainkat. Ez egyrészt nagyban segíti a csírázást, de azt is hangsúlyozni kell, hogy az új agrárökológiai célprogramba 2023. január 1-től egyik kötelezően választható eleme ennek a programnak, ennek a magyar stratégiának a baktériumkészítmények használata. Tehát aki martonvásári innovációs díjjal elismert vetőmagot használ, az egyben már le is tudta ezt a kötelmet. Ezzel igyekszünk támogatni, mint magyar vetőmagos nemesítőház a magyar gazdálkodókat.